Mindegy. Kommunista beszivárgások közben. Akkor próbáljuk meg megállítani. Most én ezt sikeresen kitakarom, de tudok fordítani, úgyhogy... Őket most itt szépen visszaszorítjuk már, mint a kommunizmust. De pedig indítunk egy... Belezolunk egy offenzív vonalat. Hogyha esetleg elindul a háború hirtelen, akkor legalább tudjunk arra egyből reagálni, ne kell azzal tarakodni, hogy belezolgatjuk az offenzív vonalat. Az, amit lehetne még itt fejleszteni. Szintetikus finomító jó lenne, radar jó lenne, egyiket sem tudjuk elindítani, úgyhogy nem is tudom. Várj, az ellátmánnyal lesz itt majd szerintem óriási gond. Hú, baszki, de még mekkora. Azt a büdös! Hát... Szerencséges jó ég. Hát itt nincs is ellátmányozási pont. Egyet ide a sarokba berakunk, az ziher. Mert úgyis erre, tehát Tibetet el kell venni, Bután, Nepál, Szibej. Kell. Hova kell még? Körülbelül így ide. Ezeket megvárjuk, és utána fogunk mindenképpen háborút indítani. És akkor szerintem most be is toljuk ezt a kis bónuszt, ezt a, ami meggyorsítja ezeknek a építését. Meg hova lehet el? Ide rakunk egyet, oda rakunk. Gondolkodjunk előre, ide is egy tuti kelleni fog. Meg hova? Meg egy ide is, szerintem. Fog idővel kelleni, és akkor nyilván majd ide egy vasúthálózatot is be kell rajzolnunk. Egy oda is. Szerintem ide jó lenne még egy. Itt brutálisan rossz lesz a... Vagy most jelenleg rossz az ellátvány. Mindjárt elkészül a polgári gyár. Szerintem ezt a... mondjuk ez a Liaotungi infrastruktúra fejlesztés pörögjön le, mert minél magasabb szintre lép ott az infrastruktúra, annál több acélunk lesz. Akkor most kellene az, hogy a... Értem az új ellátmányozási rendszert? Aha! Hát remélhetőleg igen. De ha valamit rosszul csinálok, akkor szóljál, mert... Biztos, hogy nem kerek egész, ahogy csinálom. Meglepődnék. Lehet, hogy jó, lehet, hogy nem. De én azt szerint csinálom, ahogy eddig működött. Ahogy szerintem működik. De lehet, hogy ennél van jobb is. Ugye korábban az infrastruktúra fejlesztése kellett megoldani az ellátmányozást, most meg már így. Ezzel a supply hubokkal, meg a vasúthálózattal. Ja, ilyen travián, nekem a travián volt ilyesmi, Red. Tehát ez gyanítom, hogy intenzívebb, amit te mondasz. Adjál tippet, Levi, persze. Hogy de? Igen. Szerintem másnak is ez jól jön. Jól jöhet. Retro 7. Hát olyasmi. De ez egy ilyen nem túlságosan betervezett dolog. Ez csak így jött. Kész. Közben ezzel a kényszerhiteles megoldással nem tudom, hogy tudnám-e majd a jövőbe csökkenteni az inflációt. Kissé tartok tőle, hogy nem. De ehhez mindenféleképpen kell az alacsony infláció, tehát biztos, hogy nem lenne olyan rossz. Ez a 66 osztályos terv szerintem lassan mehetne is. Gyerünk. Ha van kamionom, akkor arra állítsam. Hogy ők szállítsák az ellátmányt, mert úgy gyorsabb. Úgy van, igen, oda szoktam figyelni, igen. Már be van állítva itt fölül. Legalábbis, de itt a fő górénál is beállítom arra. Sőt, meg most már mindenkinél, mivel erre nem harcolunk senkivel se. Jó, így most már korrekt. Így meg termelnünk kell egy kevés mennyiségű motorizált gyalogságot.
Pupej támogat bennünket. Óriási. Na de ettől függetlenül ugyanúgy kell építeni ezeket a supply hubot, nem? Csak így még hatékonyabb lesz motorizált gyalogsága az ellátmány. És sem kell annyira erőltetni a vonatokat. Vagy... Ja, ugyanúgy kell. Azért a biztonság kedvére én berakok vonatot, mert kevéske kell belőle. Mehetünk tovább. Ennyi. Meg vagyunk most jelenleg. Méghozzá nagyszerűen. Ugyan elkészült az infrastruktúrát, ugyanúgy kell fejleszteni? Nem szoktál fejleszteni? Igen. Logisztikai zászlóaljal is lehet ezen javítani. Azt tudom, majd ezt a jövőbe kifejlesszük. Hogy jobb legyen az ellátmányozás. Az ellátmányozás... Hát ez azért nagyon fontos. Tehát anélkül nem lehet támadni lényegében. Nem lehet. Nulla. Azt szögezzük le nagyon gyorsan, hogy azért az, hogy miért is vitatkozunk ezen. Ilyen gyorsan megy a fejlesztés. Jó, én ezt a bónusz most ellövöm. 120 napig. Háromszor olyan gyorsan fog fejlődni lényegében. Háromszor olyan gyorsan tudjuk megépíteni ezeket a létesítményeket közben rád. Nem radarállomás, hanem rádióhullám. Hát mégis de, radar. Radar fejlesztés. Gottani, ki lehet mondani. Olajunk honnan a viharból lesz? Lejjebb kell venni a kereskedelmi törvényt mindenféleképpen, ez így túl sok nyersanyagot exportálunk. Ez így borzasztó. Japán, regem, 24 acélt importált tőlünk, Siam 16-ot, Nepál, Bután szintén 8-8. Ez igazából nem rossz nekünk, de az a baj, hogy nekünk saját felhasználásra is jó lenne most már ez a kis nyersanyag, mert így nehéz fejlődni. Hát remélem, hogy jól csináljuk itt a dolgokat. 5 politikai pontér, bányászati bizottság, erőforrások, gyarapodási hatékonysága, plusz 10%. Itt a kutatásnál lassan ezeket is ki lehetne pöckölgetni. És ezáltal majd akár olajmezőt lehet bővíteni egyes területen, touchingrál, meg több alumíniumot lehetne, acélt lehetne előállítani. Közben a hadseregreform, várjál csak, hülyeséget csináltam. A hadseregreform az úgy működik, hogy... Ja nem! Hogy azt háromszor kell alkalmazni, hogy teljesen eltűnjön ez a szar. Igen. Hát még kétszer kellene azt benyomni. Ellátvány az... Én nem is akarok... gyakorlatozni. Valahogy picikét meg kéne pörgetni a hadsereg tapasztalati pontokat. Nyilván háború alatt ez borzasztóan tud gyarapodni. De most nem vagyunk háborúban egyelőre. Azért meg most nem kéne háborúba keveredni. Közben itt megvan az ellátványodási pont. De politikailag is jó lenne védekezni. Kommunistákat nagyon jó lenne folyamatosan elűzni a büdös bánatba. Meg az ellenzéket is jó lenne közben. Kell egy háború. Rövid időn belül most már. Azt lehet mondani, mert ez így nem jó. Ez így nem szimpatikus, hogy folyamatosan erre mennek el a politikai pontok.
Szépen az asztalra fogunk csapni, azt lesöpörjük őket az asztalról a bánatba. Agresszívan. Nem politikailag oldjuk meg a gondjaikat, hanem erőszakkal. A vért vérrel mossuk le. Isten. Ilyen jó hangzik amúgy, nem? Na. Eddig van... Még 76 napig. 75 napig van már csak jelen ez a bónusz. December 3-ra lesz ez kész. Jó. Ezeket megvárjuk. Kell. Ellátmány nélkül teljesen fölösleges háborúzni. Szinte. Majd... Na. Alkotmányos reform. Hurrá. Ügyesek vagytok nagyon. Független bíró. Szia, Kitty! Terror alkalmazása már igazolta magát? Pár kivégzés, meg politikai rendőrség létrehozása, aztán el is tűnnek azok a komcsik. Így van. Ja, így van, Levi, így van. Ezért kell Amerikával lenni, ott észre sem veszed, hogy az épül közben a háttérben. Én ezért is szeretem őket. Egyszerűen annyira jó ilyen téren velük lenni. Hogy ott bármikor, bárhova tudsz építeni egy-két ilyen supply hubot, tehát közben menjen. Már javul a megítélésünk egy-két országgal szemben. Miért, Levi? Érve pont, hogy igen. Vagy azért, mert túl jók. Ha igen, akkor azt el tudom fogadni. Helyesen. Na, közben doktrinát is tudnánk fejleszteni, de nem. Gyűjtünk. Közben partvédelmet fejlesztjük föl, várjál csak. Azt mondja, hogy kell nekünk 40. Hoppá. 40 hadosztály, és akkor ki van maxolvad is. És ott egy nagyon-nagyon komoly partvédelmi hadseregünk lesz akkor. Egy lehetővé teszi, hogy konkrétan lehetetlenség lesz partra szállni ellenünk. Most mire menjünk? Itt is egy jobban kellene koncentrálnom, hogy egyből tudjuk, hogy mi kell. Szintetikus finomítóra menjünk rá. Lassan elkészülnek az ellátványozást fejlesztő építkezések. Van még bónuszunk, gyerekek? Mit lehet tudni erről? Közben hadsereg reform. Örök jön. Ennyi már nincs. Nincs meg a bónusz. Elveszett. Na de jó. Beszivárgásokat végezzük meg. Nehogy itt a végén, öregem, szépen fű alatt behálózzanak bennünket. Várjál már. De most, hogyha függetlenek napi népszerűsége hozzá lesz adva országunkhoz, hát és most jelenleg függetlenek vagyunk. Ha nem leszünk függetlenek, akkor mik leszünk? Az első lépés, hogy országunkat működő többpárti demokráciával... Ó, biztos, hogy nem! Jaj, nem, hát ez tiszta ilyen nem lesz. Diktatúra van. Függetlenség, de amúgy diktatúra. Ez nem normális. Most ezt hogy oldjam meg? Mert itt vannak olyan dolgok, amik marhára jó volna megszerezni őket. Tehát besorozható népességfaktor jelenleg mínusz 35%. Ezáltal rengeteg embertől esünk el. A rohadt életben. 66 osztály is 6. Jó, legyen. Mi gondolkodunk ezen, titkon. 41-ig uralmas. Ha? Hajózás utálod? Igen, én is utáltam azt. Aztán megszerettem. Ajjaj.
Li Zongren készen áll a nemzeti vezetése. Kínában nagy demonstrációk zajlottak le, követelve, hogy Chiang Kai-shek mondjon le Kína vezetéséről és adja át az irányítást Li Zongren számára. Még a kormányunkon belül is sokan úgy hiszik, hogy Li Zongren bevonásával több az esély a kínai egyesülésre. Li Zongren politikai támogatottsága olyan mértékben nőtt, hogy a hatalom átruházása, megtagadása és az ellenségeskedéshez való visszatérés kockáztatná. A játék hamarosan véget ér. Hogyha erre az opcióra megyünk, tehát akkor. Erre kell menni. Tehát Tangzi ellen háborút indítunk. Ami nagyban elősegítheti akár azt is, hogy Szíbe is három ország ellen fogunk harcolni. Hamarosan szerintem. És még az is lehet, hogy ez a rohadt paraszt kínai népköztársaság hátba szúr bennünket. Egy hadsereget kell gyártanunk nagyon gyorsan. Egy 24 főből álló hadsereget. Viszont mivel elég rossz most az ellátmány, partvédelem annyira nem fontos jelenleg. Tizenkettő napunk van lényegében reagálni erre a dologra. Kell a radar. Jó, igazából mehet is a háború. Gyorsan be kell rajzolni a vasúthálózatot. Összeköttetés kell távol a fővárosunkkal. Rövidézni. Ez meg lesz akkor totálisan szuperfasz, ha gyerekek leszünk. Most áttérbe rakjuk ezeket a fejlesztéseket, és vasúthálózat élvezi a prioritást. A gyakorlatodás megállhat. A lehető leggyorsabban pedig őket szerintem támadjuk meg a francba. Kiegyensúlyozottan ráérünk igazából. Ellenük is nyugodtan mehet az offenzív vonal, mert szerintem ők is hamarosan beszállnak. És Szibejtő tartok én mocskosul. Úgyhogy oda átállunk. Nyilván ez a hadsereg kevés ide. Lehet, hogy leggyorsabban kell. Kikiáltja függetlenségét. Hurrá, hurrá, hurrá. Közben hogy állunk? Talán csak vadászgépeket kéne ide lehozni gyorsba. Erre hiszem, hogy Tangzinak annyira nagy hadi fia állat légtérben nem hiszem, hogy nekik... hát nulla repülőjük van. Pörögjünk, pörögjünk, pörögjünk. Az ellátmány szerintem teljesen korrekt jelenleg. Hát ez hullos. Dél-Afrika is kikiáltja függetlenségét. Gyorsan el kell tüntetni őket. Most én picikét túl dramatizáltam, jelenállás szerint legalábbis azt lehet mondani, hogy túl dramatizáltam a helyzetünket. De jobban szeretek félni ebben a játékban, mint megijedni. És próbálok fölkészülni mindig a lehető legrosszabbra. Mert már annyiszor lettem hátba szúrva ebben a játékban, de annyiszor. Főleg a rengeteg partraszállással. Hú. Én ezért kedvettem meg Amerikát, mert ott hátradőltem, hajókat kiküldtem, az égvilágon senki nem fog partra szállni. Szinte. Osztrák-Magyar Monarchia. Várjál, mi van?
Osztrák Magyar Monarchia belépett a Német Birodalom koalíció frakcióba. Aha, oké. Igen. Egyesült Királyságból lett lényegében brit szövetség, kommunisták lettek, a németek függetlenek, a magyar... Hát, osztrák-magyar monarchia. A németek megkapták a területeiket, Német Birodalom, oké. Okay. Franciák, ez szokásos. Ilyen is, olyan is. Olaszok. Az olasz köztársaság jelenleg Franciaországnak a bábja. Van. A spanyol birodalom pedig... fasiszta, nyilván. Egyesült Államoknál... Alf Landon. Van a toronydek tetején. Kanadai népi állam, szintén kommunista. Függetlenségüket Amerika garantálja, ahogy Mexikóét is. Hát hogy lesz ebből világháború? A Szovjetunió még mindig harcol saját maga ellen. Aszta! Közben India független, kommunista, India, rengeteg, iszonyatosan sok, nagyon nagy a kommunizmus. Várjál, mi lesz akkor, hogyha Sanz is megtámad bennünket, baszki? Nem ére? Őket likvidálni kell, lehetőleg gyorsabban. A lehetőleg gyorsabban. Fogtátok, kollégák? De vagyunk továbbra sincs. Azért átküldjük srácokat ide lentre. Konvoj, vadászat. És megjött a hadseregfejlesztés. Partvédelem az fejlődik. Akkor ezt a hadsereget nyilván így most idő előtt kértük ki őket, de muszáj volt. Mert nem szeretnék két szék közé esni azzal, hogy nincs normális védelmünk. Őket én ide beküldöm. Őket visszaküldjük Kínai Népköztársaság ellen védekezni. És így most azért ugye egész jól fogunk állni. Sőt, így kapatunk velük egy kis gyakorlatozást, mert elég fejletlenek. A logisztikai varázsol szerintem elég jó lesz a jövőben. A hadseregnek elég jó ellátmányozást fog biztosítani ez majd. Közben a vasúthálózat az elég faszán fölfejlődött. Nagyszerű. Close Air Support, az melyik? Vadász, sima vadászgép, vagy zuhanóbombázó? Ugye? Vagy taktik? Nem. Magyarra lefordítva az mi a játékba? Húdodott kommunista fenyegetés. Oké. Éljen. El se hisszük. Kína leigázása. Keményítünk. Te várjál már, bazd meg. A stabilitásom nulla? A háborús támogatás nulla? Mi? Uha. Mi történt? Ez lett Kína! Mi meg vagyunk ez a CC klik? Az igen. Le. CC-k vagyunk. Oké! Okay.
Hullahopp karikásan, de jó. De az ellátvány az mennyire bitang. Anyád. Kedvem úgy, srácok, érdeklődnék, hogy mi van itt a fronton. Hát ma még betámadjuk ezeket a patkányokat? Jó lenne. Jó lenne ma a végére járni, mert... Hát az azért, hogy... Na. Szintetikus finomítót kéne erőltetni továbbiakban is? Vagy lassan most már erőforrás gyarapodás is jöhet. Menjen. Hú, de lassan haladunk. Kölcsönküldése? Nincsen fe... Amerika kölcsönt küld. Kösz! Elfogyott a gyalogsági felszerelésem. Hát én eret vágok. Hát óriási baj van. Azt a rohadt moskos istálóját bele. Picikét össze kell szedni magunkat, meg kell várni az ellátmányt. Kitámadnak? Kölcsön visszavonása? Mert mi van? Őha. De mi van akkor, hogy ők meg csatlakoznak hozzá? Áááá, gyerekek, de ilyen nincs. Nem tudom őket leverni. Mi a büdös, bánatos frászkarika folyik itt? Kitámadnak, cseszed? Azon át kell csoportosítani ide az embereket. Kell egy radar. Nem kell. Mivel tudnám növelni a teljesítményünket? Radarral. Ez a radar túl sokat nem mér. Még egy radar fejlesztés. Most ilyen tényleg létezik? Nem jön meg a felszerelés. Hopp, őket mondjuk lehet le kéne állítani, mert gyakorlatozzak. Azt a leborult szivar végét. Katonai gyár kell. 6800 km per órával. Azonnal előállítani kell. Hát... Katonai gyár. Gyerünk, gyerünk. Na, most... Így már azért jó. Így, hogy nem támadunk. Csansz jelen. Húha. Jajajajaj. Robóháborús indok. Ezt meg gyorsan pöcköljük ki. Három katonai gyárat kapunk ezáltal. Legalább az infláció is nő. Plusz. Várjál, várjál. Van itt egy hadseregreform. Ez az. Örögjé. Az, ami még tudna növelni. Háborús támogatást provokáljunk ki. Jézus Mária. Menthető amúgy a helyzet, csak én vagyok egy ilyen dráma párti. Jó! Hát azt a olyan termelés megindult most! El se hiszem. Hajd de jó ezt látni. Mindjárt megy az offenzíva. Nézz oda. Fogjatok le! Azt figyeld! Kettő hadsereggel megindulunk. Elpárologtatjuk ide a parasztokat. Igazad van amúgy, Stand. Teljes mértékig igazad van. Hába még nem is ittam.
Egyesült Mexikói Államok belépett az Észak-Amerika Egyesülés frakció. A szép. Hopp, megint Linus. Az jó. Most már a megkezdett támadásokat fejezzétek be, srácok. Megoldható. Nagyon szimpatikus amúgy, hogy egyszer csak így jönnek ezek a... Ezek a hullámok. Tehát hullámokba fogy el valami hihetetlen mennyiségű... fegyver. Na.
Mégis gyorsabb mozgással lesznek képesek, az biztos. Közben fejlesztjük folyamatosan a doktrínát. Azaz. A háborús propaganda, vagy valami, amivel tudjuk fejleszteni magunkat. Vasérc, lelőhely. Ha, diautunk. Menjen. Nagyon jó. Nem tudnánk még fejlődni. Hadipar. Menjen. Szovjetunió háborút indít. Irak ellen, Afganisztán ellen. Megvan a kényszerhitel. Hol van a kényszerhitel? Kényszerhitel. Háborús propaganda Szovjetunió ellen. Menjen. Hát jelenleg itt nincs semmi. Ja, de itt van. Csökkenti az inflációt. Na de jó. Óriási. Szuper. Oké. Majd ezt ki kell pöckölni még. A katonai akadémia megpörögjön. Hogy állunk most? 6000, majdnem 7000 gyalogsági felszerelésünk van. Menjen a támadás. Nehogy már ne. Ez összes létező katonai gyárral gyalogsági felszerelést csinálunk. De nem elegendő ez, még mindig. Üdös istálóját, de még egy hadsereggel támadunk. Hát ezek engem hülyére vernek. Akkor támadok. Közben elfogytak a konvojok is. Na de fasza. Most olyantól kéne rendelnünk, aki... akinek nem kell konvoj. Mondjuk a Magyar Királyság, az jó. Akkor még a Brit-Indiától is tudunk egyet rendelni. Lettországtól is jöhet egy. Akkor konvojmentesek leszünk teljesen. Évetektől. És akkor így a lehető legstabilabb. Ezt nem fog ingadozni a nyersanyag készletünk. Na, közben itt egyet előrébb mentünk, nagyszerű. Igen, biciklis egységek, balker. Azokkal megyünk, az a meta. Megint mindjárt mínuszban vagyunk. Hoppá, de támadunk! Haladunk végre! Nem túl erős ez a hadsereg. Na, az itt a probléma. Na most meglazult a védelmük. Megtaláltuk a pajzsukon a rést. És nézd oda! Nankingig meg se állunk, vagy Nanningig. Gyerekek, mekkora spillerek vagytok. Te nagy. Akadémia is egy. Oda néz, felszerelés nélkül megyünk előre. Zseni! Kommunizmus ellenesség közben. Persze, pörögjön. Később ne legyen rá gondunk legalább. Talá. Közben doktrína fejlesztés. Na ez az most. Jó az ellátvány. Van bőven. Kelevedjük őket. Építőipar fejlesztve. Nagyszerű. Azt a... Ezeknek mindjárt annyi teljesen. 74%-ban... 75%-ban tart a kapituláció felé. Minél több győzelmi pontot bezsebelünk, tehát városokat, minél több város foglalunk el, annál hamarabb tudjuk őket kikapcsolni. Most itt mikromanagement annyira nem kell. Jó ez. Megyünk, haladunk. Én továbbra is azt mondom, hogy valóság felszerelés az jöjjön. Mindentől kezdve mást is majd elkezdünk gyártani, mert ahogy véget ér ez a háború, föl kell készülni a következőkre. Jóval stabilabbá kell tenni a
gazdaságot, meg mindent. Na, 42, aha. Szerintem egy felderítő zászló alját, vagy nem? Egy, ha már, ja, felderítő. Most az ellátmánnyal úgyse lesz probléma. Tehát ezeket leverjük. Bírjuk még? Elszerelése? Bírjuk még. Hol van? Szép munka, fiúk. Nagyon ügyik vagytok. De javítsunk. Tehát ezt fejlesszük folyamatosan. Ez a srácok. Na, az is mindjárt megvan. És kapituláció hogy áll? 70-82. Brutál jó. Kommunizmus ellenessége közben meg is van. Jó. A következő radarra. Szerintem a radarokat lehetne fejleszteni még jobban, mondjuk itt. Önt. Mi is arra éjszakra is fogunk menni. Günnan lesz szerintem a következő, amit betámadunk. Jönni magtartomány. Micsoda a besorozható népesség? 5%-kal lő? Aszta! Komoly. Közben lesz ma még itt valami, srácok? Tehát, hogy örülnék neki, hogyha ideben bevennénk. Az inflációt azt tudjuk csökkenteni, az akkor legyen csökkentve. De mi van akkor, hogyha az infláció megint nő? Akkor még egyszer földobja ezt a kényszerhitelt? Vajon? Ezt lenne jó még tudni. Az acél termelés kellene még növelni. Küzdelem Japánnal, adósztályok védekezése a magtartományban, de igen, ezek annyira nem rosszak. Ipari evakuálás, mint döntés. Hát szerintem lassan más helyekre is lehetne menni. Küldetés az USA-ba. Na ez menjen, ez az. Gyerünk. Leszek még jó bónuszok. Hát most már tényleg nem kell sok. Tényleg nagyon minimális kell ahhoz, hogy őket itt nagyon verjük. Hopp. Idióta hülye banda. Mit csináltok? Ott mennyibe feled nagyon gyorsan? Te pedig jó édesanyádba. Hát eljössz a tuti helyről? Nem normális. Hát ott verjétek nagyon, vissza kell szorítani. De ezek adják már föl magukat. Hongkongot nem akarjuk, ha még elfoglal? Na. És általában ilyenkor kapunk egy csomó gyalogsági felszerelést, meg hát egyéb más felszerelést is. Kész. Szuper. Fölállunk Szibe ellen, és jelenleg ott tartunk, hogy elég jó be vagyunk biztosítva. Oké. Nagyon jó. Stabilizálva minden. 56 ezer gyalogsági felszerelés. Hát egy kicsit sokat kaptunk. Ezek közben loptak tőlünk? Lehet, hogy baszki, ezek loptak tőlünk. Ez simán. Miért nem lehet? Hát hogy ne lehetne? Mi az, ami kellene nekünk? Térséget kezdjünk el gyártani. Légvédelem. Inkább most a tüzérség az fölpörgetnék egyetlenül. Meg a támogatói, menjen csak. Meg akkor jöjjön az alumínium. Na most megint ez a hülye támogatás visszatért. Most ez tényleg így van? Azonnal offenzív háborúba kell kezdeni. Lehogy itt meg nekem itt politikai úton legyen elvéve tőlem az otthonom? Hölgy! Hát a macska rúgja meg, most már. Hát már megen. Nézd oda! Hát
Hát az ellenzéki, jó édes. Tudok háborút én? Hát, tudok hát. Abban a pillanatban, öcsém. Offenzív vonalatban a bácsi. Oda rittyenti. Aztán. Akkor ne menjen most végül a gyakorlatodás. Az, indítani kell a háborút egyből. Ú, de elegem van. Oda átcsoportosítjuk az egységeket, fölküldjük az összes. Légi flottának kell ezt hívni? Minek lehet ezeket hívni? A repcsiket? Légi flotta? Légi flotta. Viszontlátás. Kínai Népköztársaság háborút indítsa. Mi meg mindjárt hátba szúrjuk őket. Azt kéne. Ugye, hogy azt kéne? Na meg legyenek ezek a... támogat... melyik? Zuhanó bombázó? Arra gondoltál? Balra? Mondta Gyuribá. Légi erő! Arra gondoltam. Köszönöm. Igen. Zuhanó bombázóra gondolsz, Gyuribá, ugye? Szerintem arra. Ezek a bombázók. Rálunk most itt a bauxit lelőhelyekre. Ahogy lesz politikai pont. Mindegyik 60 napos. Még ezt a hülye 9 hatalmi szerződést továbbra sem tudom, hogy ugye lehet eltüntetni. Majd lesz valami. Tudom benne. Alkalmatlan tisztek. Az még jó lenne. 200 tapasztalati pont. Jó lenne előállítani. De nagyon-nagyon durván megy fölfele a... az emberanyag. Ilyen népköztársaság háborút indított szíve ellen. Hát ezek minden áron meg akarnak húni. Zuhanó bombázó? Akkor mi? Korai bombázó. A zuhanó bombázó kell akkor, ugye? Arra gondolsz. Tehát végig. Ezben növelni kellene szerintem a kapcsolatot Amerikával, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ezt a vonalat itt végig, mert ez, azt hiszem itt ja, itt van a 9 hatalmi szerződés. Na ezt kell valahogy töröltetni. Jó, gyorsan akkor javítjuk a kapcsolatot. Gyerünk. Kicsit háborúzgassanak. Addig meg mondjuk akár egy brit együttműködést lehetne kihúzni. A szimpatikusabb. Még itt fejleszteni infrastruktúrát gondolom mindenhol is. Hát mondjuk itt délen. Egyértelmű. Akkor hajógyár. Hol lehet-e még akár sokat főhúzni, mondjuk itt Pekingnél. Így. Legyenek a hajógyárak. Ezeket azt is fölpörgetjük legalább. Akkor az üzemanyag nyereséget is föl kéne húzni. A kommunistákat közben folyamatosan eltüntett területeinkről. Aha, és ez egy kínai népköztársaság elég ügyesen tolja. Japán háborút indított Fülöp-szigetek ellen, egyben ugye az Amerika.
elméletileg az még az, ha növekszik a kínai népköztársaság, oda néz. De mindjárt, bármelyik pillanatban háborút indíthatunk ellenük. Xinjiangi népköztársaság ellen megy a Szovjetunió. Ez igen? Nagyon állat. Közben erősítjük a hadsereget. 16-os arcvonallal rendelkeztünk végig. Mi? Ez hogy lehet? Várjál, valami... Kettő tüzérséggel kéne mennünk. Hogyan lehet? Az meg... 20,4 az jó? Sehogy se fog kijönni a matek. Hát... 20,2 mindenhogy. Gomobontatásos tüzérségkel a motorizált felderítő szádad. Azt tudti, hogy jó lehet. Meg tudjuk oldani. Hát, ja. Jó, most ez egy elég komoly erősítés lesz. Elég erősek lesznek a... Cibe belépett a szovjet tömörülés frakcióba. Iha. Hát ez lényegében az új Komintern. Ez baj, bazd meg. Lényegében... Uha. Ez azt jelenti... Hát ez nem jó. Tibe ellen így innentől kezdve csak és kizárólag majd úgy tudunk menni, hogyha a szovjeteket is megtámadjuk. Hát ez így egy elég erős frakció lesz. Európa nem akar egyelőre hadat üzenni a szovjeteknek. Teljesen korrektül el vannak. Akkor azt kell csinálni, hogy... Megtámadjuk a... Megtámadjuk a népköztársaságot. Lehetőleg gyorsabban. A lehetőleg gyorsabban... szerezni kell... győzelmi pontokat, hogy a tárgyalóasztalnál a lehető legtöbb... esélyt tudjunk elhozni... nagyon fontos pontokat, és... Már be is hatoltunk. És hogy fővárosokat gyorsan el kéne venni, az kurva nagy lenne. Őket is nagyon? Mindenki, aki él és mozog. Az a főváros, de nagyon szólna. Ajajaj. Na kéne menned, haver. Megvan a főváros, és Ningxiába átmegy a fővárosa. Ide mindjárt be fog lépni a Kína. Na jó, odaértünk. Az úgy nagy. Na ezt kéne valahogy itt most stabilizálni. Az a baj, hogy itt mindenhol erőd. Így ez már nyert ügy. Ott át tudunk menni valahogy. Ezzel most egy óriási sallert kapott a népköztársaság. 98%-ban a kapituláció felé tart. Oké. Az egy... Akkor lényegében így... Hát talán egy kevés mennyiségű győzelmi ponttal gazdagodunk. Én legalábbis parhára bízom abban. Jó, közben azért a fejlődés nem állhat meg, nem a termelés. Amerikával a kapcsolatunk feljavult, oké. Okay. Mi van itt most? Lehet, hogy Szibejtől át kéne hozni. Egy-két egységet ide áthozunk. RIP! Az jó! Hát
attól félek, baszki, hogy ezt a rohadt népköztársaságot én nem tudom elvenni majd. Hát 80 pont. Ó, menj már. Nehogy más elvegye. De hogy a bánatba hívnak föl engem Izlandról, gyerekek? Valaki tudja? Most ebben a pillanatban fölhívtak Izlandról. Ez mi? Hát hova regisztrálták be az én telefonszámomat? Hát anya szülte? Fent a report. A mocskos istálóját neki. Nagy zene van közben háttérben, igen. Igaz ilyen. Most 80 pontig el kell venni. Ez az, a miénk lesz! Óriási. Nagyon-nagyon-nagyon gyöngyörű. Viszont amúgy innen is tudunk mi területeket elhozni. Mi a fele? Hát közünk nincs ahhoz a területhez. Ebben a háborúban legalábbis nem volt közünk ahhoz a területhez. Ezt is eltűnt. Hát akkor elhozzuk. Mi a fele? Azt mondjuk még pont nem tudjuk. Azt már viszont igen. Lesz egy olyan országunk, és olyan területeket szereztünk most ezen el, amihez nem is volt közünk. Gyerekek! Frakcióba akar hívni a szovjet? Biztos, hogy nem. Ezek hülyék! Azt fogjuk majd csinálni okosan, hogy kérünk katonai áthaladási engedélyt Szibejtől, átadjunk a területeiken, a mi területünkre, az új területünkre, fölállunk, bekerítjük őket, aztán a katonai áthaladás. Felrúgjuk, és kész. Na, értékes gyárakat szereztünk ezennel. Ezek totális idióták. Ti ezt elhiszitek? Teljesen mindegy amúgy meg, elhiszitek-e vagy sem. Mert... jó jártunk. Nagyon-nagyon durván jól jártunk. Itt igazából most az ellátmányozást kellene fölhúzni, mert azzal fog meggyűlni nagyon durván a bajunk. Ja meg hát a szintetikus finomító. Ó, hát persze. Azokat kellene nagyon megdurrantani gyorsan. Gyorsan a javításokat fejezzük be. Olaj, mezőbővítés, jöhet. A közben hatalmi harc, hogy áll? Ha? Jó van, mindjárt ezeket is itt akkor becsicskítjük. Éppen okosan. Szokásosan. Fél a Sztálin papa, igen. Igen. Ennyi jöhet is. Most mi kell még ide nekünk? Fókusz. Micsoda? Hát én inkább a hajógyárhoz. A hajógyár felé orientálódnék. És egyben a 96-ami szerződés felé. Itt szövetség háborút indított Belgium ellen. Hoppácska. Ők általában egy frakcióba szoktak inkább lenni. A franciák ellen is. Brit kommunista alternatíva. És abban a frakcióban egyedül van. Tehát a brit az teljesen magára maradt. Hát ezek nem normálisak. Mi? A franciák ellen megy a brit. A franciák pedig az Észak-Amerikai Egyesülésben vannak benne.
A frakcióban megtalálható Amerika, Fülöp-sziget, Ausztria, Olasz, Norvég, Svéd, Mexikó. Nem mentek, Gunnarsson. Nézd meg, osszák magyar monarchia. Ez bombaformában. Osztrákok és a németek egy frakcióval, de várjál, hát a... Most jut eszembe, tehát akkor lényegében Amerika és a... Most csak a nagyhatalmakat emelem ki. Németek és az amerikaiak egymás ellen vannak. Hát ez azt jelenti, hogy Európában... Kirobbant a világháború! Ez nekünk jó. Ez azért jó, mert... Más sem unatkozik. Mellettünk. Ebből a szempontból jó. Legalábbis. Én ezt szeretem legalábbis, hogy azért zajlik az élet máshol is, nem csak nálunk vannak ezek a hihetetlen dolgok. Aha, tehát a kényszerhitel az meg lehet oldani ezek szerint. Jó. Jó. Nagyszerű. Belgák beléptek Amerikába, amerikai frakcióba. Nem sok politikai pontunk jön. Dokkolási jogokat kérnek a britek. Van humorérzékük. Idióták. Kaptok baszd meg. Farházi bocskos banda. Nem szeretem őket. De nem szeretem őket. Hoppá! Mi a fene? Várjál csak, most nem várt fordulat következett be. Hát a japánok úgy döntöttek, hogy ők... Engem el akarnak intézni. Hát a japán mi a jó édesanyukáját akar már tőlem? Ha nem vagyok túl indiszkrét. Partvédelmet kell megnövelni sürgősen. Csak és kizárólag partraszállásra tudnak fogást találni rajta. Igen. Sőt, még durvábban. Még több egységkel. Korea ellen nekem kell védekezni? Ki az, aki... segíthet Japánnak, Shanzin kívül. Shanzin ellen föl vagyunk állva. Ez igazából körbe van védve az országunk, hogy nagyjából. Egész korrektül. Nem is létezik Japán. De itt van. Van, ugyanúgy léteznek. Csak annyi, hogy bukták a Szöult lényegében. A koreai területeket. Ugyanúgy marha erős, biztos. Az előbb Fülöp-szigetek ellen, hát Amerika ellen is ugyanúgy háborúzik, Japán, igen. Hát Japán inkább a német párti a Japán. Igazából menjen a háború, tehát, de várjál. Hol van itt japán egység? Itt. Ja, mert hogy ők egyből partraszállást indítottak, ezek szerint gondolom. Az kell csinálni akkor, hogy ki az, aki szabadon van? Kit hozzak el? Őket kéne elhozni igazából. Őket oda elvontatjuk. Húzzuk egy picit az időt. Van úgyis 12 napunk.
több szigetek kapitulált. Legalább átérnek az egységek. És időt nyerünk picit. A harmadik napon megállítjuk aztán. Rámegyünk arra, hogy háború. Picikét tudtuk legalább késetetni a háborút. A meddig jutottatok, srácok? Nem túl sokáig. A háború. Háború indítás. A biztonság kedvéért ezeket az embereket itt fősorakoztatjuk, mert gyanítom, hogy majd ki kell ütögetnünk hadseregeket. Szerintem komolyabb, ugyan újabb hadsereget kellene létrehozzunk. Hogy az összes létező területet levédjük. Japán békét ajánl! Mi a fele? Japán tiszte keresnek hát ez de gáz, Japán részről. Japán tiszte keresnek fel minket egy béke ajánlattal. Habbadjuk a támadást! Maszkit, mi védekezünk! Szóval, habbadjuk a támadást, azon elhagyják az országot. A háború meggyerve. Hát... csak egy teljes győzelem tesz minket elégedetté. Hát a japánok megfutamodtak picikét, azt lehet mondani. Korea felszabadítása. Visszautasítjuk a békét, baszki. Hát Korea amúgy is szabad. Hát nem? Hát dehogy is nem. Ó, Istenem, annyira nem jó. Annyira nincs nekünk. Gazdasági törvény nem lehet? Vagy kereskedelmi törvény még mindig? Ugye 9 hatalmi szerződés. Jó, rá kell állni akkor a... Hát de baszki, hogyan? Japán ellen baszki, most háborút indítottam. Én nem vagyok normális. Ezzel tisztában vagyunk? Atya úristen. A tengeri flottája olyan Japánnak, hogy... végünk van. Hát itt soha büdös életben nem fogunk... soha büdös életben nem fogunk partra szállni. Hogy mit akarunk? Közben hívjuk le az erősítést. Ez nagyjából egész jó. Aj Istenem, ez a rengeteg többség. És kizárólag háborúval vethetünk ennek véget, az a helyzet. Ruházás hajógyártásba, nagyon jó. Menjünk tovább ezen az ágon szerintem. Ja, kapjuk tovább. Olaj cirkáló. Húha, hát ettől majd biztos, hogy elrettennek. Azt a mindenségit. Közben egyszerű. Megjött az újabb hadsereg. És őket ezen elé most felszabadítom, és ide innen ellen felsorakoztatom őket, egy frontvonallal. És ahogy megérkeztek, megy a támadás. Őket pedig itt hagyjuk. Körülbelül. De lehető leggyorsabban tudjanak majd reagálni. Arra, hogyha jön a japó partra szállás, mert biztos, hogy lesz. Idő kérdése. De szintetikus finomítókkal hogy állunk? Ha, tehát valamennyi már van. Jó, ez király, szuper.
minden másból meg nagyon nagy szenvedések vannak. Mindegy, fejlesztjük a bauxit lelőhelyeket, aztán adja mul a tálás. Ez is mehet. Mehetünk vajon? Mindenki megérkezett korrektül? Menjünk befele ezerrel. Mi van? Nincs. Nagy keret együttműködé. Mi van? Ázsiai? Hova? Mit léptél be? Nagy keret ázsiai együttműködési szféra. Japánnal szövetséges? Hú, még az a szerencse baszki, hogy itt nem tud partra szállni a Japán. Gyönyörű, mondhatom. Ha. Japán háborút indított az indonéz köztársaság ellen. Ha azt se tudom, az hol van. De minden jó van, oké. Hát legyen gyerekek, na. Nyomjuk! Végetek lesz, már most kapjuk a katonai gyárakat. Esélyetek sincs. Mit akartok ti itt? Hamar lezongorázzuk ezt a háborút. Úgy érzem. Az zárt gazdasága nem lenne gondom. Mert nem tudok módosítani ezen semmiféleképpen. Ez a baj. Az a cél! Azt a mindenit! Gyerekek! Tudjátok mennyi a célunk van? Sem ennyi. 422 kivont acél van. És 338-at exportálunk. Hát ez megőrülök. Ez mind-mind öngól. Na, tudunk-e valamit fejleszteni? Sajnos nem. Marhára úgy néz ki. A szási cikk az 6%. Baszki, de elég erős lett ez a Kína. Ilyen erős Kína még szerintem soha nem volt. Gondoltam volna. A folytonos rengeteg fejlesztés. Üzemanyag. A szintetikus kidobítókat tovább kellene fejleszteni. Franciaország kapitulál. Könyörű. Ah! Gyönnan! Hú, de gyengék vagytok! Szégyeljétek el magatokat, de nagyon gyorsan. Várjál. Hogy... Rendkívül gyenge volt részükről. Hogy... Na és akkor most ki lesz a következő? Ja, hogy Sanzi is a szovjet tömörülés tagja. Korea? Legyen Korea következő kiszemelt? Akár az is lehetne. Most Burma úgyse fog megtámadni. Ha meg megtámad, akkor gratulálok nekik, hogy ez egy szép húzás volt. Korea! Jöjjön Korea! Na, meguntam, hogy itt vannak. Ez a fókusz. Legion kapitulál. Mindjárt megnézzük, mi van Európában. Különleges erők. Aha. Mindegy, az a fontos itt most, hogy ez hatalmi szerződés felé menjünk. Lehetőleg gyorsabban. Addig meg itt valahogy lopkodni kéne a területeket.
a lehető leggyorsabban. Most egy Tibetet mennyi idő alatt tudnék megszerezni? 125 nap az indoklás, Korea. Ugyanannyi. Hát akkor... itt az ellátványozás nem hiszem, hogy olyan hülye jó lesz. Jó, fejlődünk. Az is valami. Dél-Kína. Vannak öregen vadászgépekkel. Ha. Ennyi vadászgépünk van. Van egy pár. Azokat fölküldjük, aztán rakják rendbe Dél-Kínát, mert folyamatosan bombáznak bennünket, és ezáltal károsodnak az épületek, és azokat javítani kell. Megállás nélkül. Hongkong? De. De. Hol van Hongkong? Hol van Hongkong? Valahol itt van lent, nem? Tudom, erre van. Mindegy, valahol van. Ennyire nem vagyok jó földrajzból. Nem mint hogyha annyira jó lennék. De volt már, hogy tévedtem egy-két dologban. Titkoság, de... előfordul. mit fejleszünk? Ez valami tüzérség. Hát, dele vagyunk ott abban maradva, te jó ég. Hészirkáló projekt, az is jó. Hát a hajózás is fejleszteni kellene bizonyám. Az az a cél. Nagyon fájdalmas ez. A háborús kötvények az nagyon jó. Uha. Közben... hajba vagyunk ám, kurvára. Folyamatosan nyomkodni kéne ezeket az eseményeket. Hát Szibely lassan ott tart, hogy átveszi fölöttünk az irányítást. És az a probléma, hogy Szibely jelenleg kinek a frakciójában van? A szovjet frakciójában. Szovjetek ellen kik mennek? Amerika. Ez marhára nem szimpatikus. Tibetet mondjuk azért lenne jó megszerezni, hogy legyen összeköttetés ezzel a településsel. Hú, gyerekek! Mi a francot csináljunk? Ezzel besokálni picit. Így van. Hozok egy italt. Ez kell egy kis lazulás. Hozok egy koktélt. Igazi energia koktélt. Na, innentől kezdve már nem lehet kifogás. Szia, Arben! Csak úgy kapkodod a szemed, menjen köszöntek vissza? Na, de jó! Mindenki alszik! Elaltattam mindenkit, mese délután van. Hát lassan est! De jó! Gangzu? Valamiért kiégszik. Ja igen, francia. Szabad francia. Igen, meg van itt ugye Macau. Gangzu. Rengeteg járunk van továbbra is. Hihetetlen. Ez brutál. Hát itt a radarokat kellene föl ráncigálni. Körbe kellene radaroznunk magunkat, körbe kellene védeni magunkat, hogy mindenről értesüljünk. De le legyen fogva. Akármerre terjeszkedünk a jövőben, lehető legjobb bónuszokkal rendelkezzünk. Na. És akkor ki ellen menjünk? Menjünk Korea ellen? De mi van akkor, hogy kirúgjuk magunk alól a széket azzal, hogy első figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy Szibely lassan ott tart, hogy átveszi fölöttünk az irányítást. Ezt vissza lehet szorítani? Anélkül, hogy megtámadjuk őket? Micsu. Nyúl.
Kicsú itt van-e, hát most mikor milyen kedve van. Nem tudni. Kicsú itt vagy? Meglátjuk most milyen kedve van. Csodát elvárjunk. Várjál csak, 15 kell. Így, meg akkor még 6. 21. Ja, pörögjön a más idő. Tudom, miért nem jönnek itt az események. Hát lehet, pörgeti kéne hozzá. Időkerekét előre. Várjál csak. Szintetikus bizbasz. Meg akkor mi az, ami? Logisztikai varázsló kell? Repülők? Hát persze, jó reggelt. Meg hajó! Ó, istálóját, hát persze. A kutatás, az ami van? És amúgy igen, erre lefele kellene jönni, jó reggelt kívánok, de... Nem. Csomó mindent kellene. Japán ellenségét hívta be. Sziám kormányát! Hoppá! Hát lassan ott tartunk, hogy tartani kell attól, hogy Burma beszáll a háborúba. De jó. Kicsit lehet, hogy meg kell sürgetni azt, hogy meg is sürgetem. Meg akkor egy teljesen új hadsereg kellene még. Így. Akik most megszülettek, azokat... elosztottuk. Most egész jól lesz mindenki. Minden hadsereg fel van töltve. Totál jól. Esetleg még némi... hadsereg reform, az hogy van most? 66 osztályos terv, háború leckéi, az még nagyot mehetne akár, az jó lenne valahogy összefarmolni még. Csak utána meg egész jól fogunk állni. Ismert a gyakorlatodás közbe a franciákat agyonverte itt a gyakorlatodásnak Storno. Atya úristen. Álljál meg nagyon gyorsan. Rendséges, jó ég. Hát a franciákat a nagykelet ázsiai együttműködési szféra lever. Tehát lényegében a Japán biztosított magának támadási felületet. Vagyis, hogy tehát itt lényegében meg tud bennünket támadni. Hát ez komoly, ennek nem fog örülni a francia, az biztos. Úgy ide át kell mozgósítani most mindenkit, aki csak lehetséges. Tések Nanning területéről, ajjajjajj. Minusz 2 mára. Területi. Elképesztően nagy a baj. Szibejt kell csapkodni folyamatosan. Ő okoz komoly problémát. Úha, nagyszerű az ellátás itt. Ezt akkor oldjuk meg infrastruktúrával kezdetben. És a... mi ez itt? Igazából ide csak vasút is inkel. És már is jó lesz az ellátmány. És szerintem...
Itt is ugyanaz a probléma. De jó, hogy ezt most megnéztük. Jézus várja. Mielőtt itt beindul a bármiféle háború, azért ez jó. Látni. Jó összekötetés kell. Hoppá, 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 közben a japó. Na nézd. A partvédelemnek kéne adni egy kis erősítést. De itt a japán most nem igazából partra szállni. Az összes létező... Mi van? Nincs lényegében... Hát nincs lényegében flottám, tengeri flottám. Ez nem meglepő, csak én bíztam benne, hogy van. De nincs. Ellenséges légifölény kelet-kínai tengernél. Aha! Hát ha valamivel őket picikét meg lehetne fogni, akkor talán a légi fölén. Talán, igen. Úgy... Oda szépen kiküldözgetjük a repülőinket. Közben a 9 hatalmi szerződés felé tudunk haladni. Ők a magtartományban lévő védekezés és 15%-os bónuszadért lehet, hogy ki kellene váltani már most. És nem kéne azt halogatni. Ó, bazd meg, itt kicsikét figyelmetlen voltam. Úgy fogjuk megoldani, hogy elfelezzük a hadsereget. Felét átküldjük oda. Másik felét meg... adjuk, ahol most vannak. Kész. És akkor így legalább őket most itt megfékezzük, ezt meg úgyis mindjárt elfoglalják. Egybe húzzuk az egész frontvonalat, meg ezt is elfoglalják úgyis. Nem állunk jól. Ez az acél termelés, ez... Védektől például elkapják a konvojainkat, az itt a probléma. Úgyhogy... Rendeljünk Koreától, oda nem kell konvoj, Észtország is, hát ez nem tud sokat adni. A gazdasági, a kereskedelmi törvényt kellene állítani, de nem áll rendelkedésünkre. Aláj köztársaság katonai áthaladást akar. Tudjátok, mi kellene még? Ugyan tudnánk megszivatni a Japánt? Dokkolási jogot ajánlunk Amerikának. Ugye? Talán ez így jó. Talán ez egy jó döntés lesz. Van-e valami érdekesség? Nincs semmi érdekes dolog. Jönnek a fejlesztések. Javul az ellátmány? Javul az ellátmány. Jó. Na, megvan a frontvonal? Megvan a közös frontvonal? Ezt akarjátok ezzel mondani? Így igaz. Akkor szépen, figyelmesen. Hoppá, hoppá, hoppá. Még egyszer meg ne lássak. Mi az, hogy egy területet elbukunk? Bala bácsi fölrajzol ide egy kis frontvonalacskát. Az a baj, hogy Japán az összes létező erejével itt fog támadni most. Az ezzel csupán a... problémám. Ajaj. Koreától lehet, hogy inkább lehozom most a legerősebb hadsereget, legfejlettebbet. Őt hozzuk le, az a biztos. Szovjetek a lengyelek ellen. Na, végre valamit csinálnak a szovjetek is. Hurrá, hurrá. Várjál, csak azt mondja, hogy valami ilyesmi. Repülőket esetleg nem tudnánk valahogy a légifölény... Na, a légifölény növelős, az jó. Sőt, mehet a hadseregreform. Háború, lecki, azaz, mínusz 200 tapasztalati pont. És elvileg a katonai presztíz szorzó az jobban fog jönni innentől kezdve. Ami pontosan mit jelent, nem tudom. Az ez, lényegében, amivel lehet fejleszteni a tábornokokat.
Mire ide érnek baszki föntről, véget ér a háború, beveri Kínát. Mi a franc? Mi a fene? Ezek jönnek. Hát álljunk már meg. A rohadt rossz sem. Van itt légi fölén, vagy bármi? Nagy lószart van. Hát védekezzünk már, szerencsétlenek. A büdös életbe. A francot építsek. Valamire szükség van? Motorizált gyalogság. Hülye acél. Az a probléma. Mindjárt jön a bónusz is. Ellenállás háborúja. Nagyon jó lesz. Most megérkezett a hadsereg. Mindjárt. Újabb offenzív vonal. Ezt megpróbálunk egyet támadni, hát ha. Na nézzük csak, csak vissza lehet verni ezt a japánt, de annyira nem kell már félteni magunkat talán. Hát ti meg mikor akartok megjönni innen? Ezt a mamlasz hülye bandát. Na végre itt a bónusz. Na, jó reggel gyerekek, csak fölébredtek. Srácok, kollégák. Vasút, 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 vasút. Mi a büdös? Franc már. Ez milyen útvonal? Kössem össze ezt? Biztonság kedvén én összekötöm a tér. Nézd oda. Nehogy már ilyen kámpászarútak legyenek. Meg volt a fókusz. Hogyan lehetne még jobb bónuszokat? Ellenállás háborúja. Tökéletes. Jó, az a 9 hatalmi szerződés most marhára ráér. Japán ellen olyan bónuszok fognak érkezni, hogy ezt nem lehet figyelme kívül hagyni. A probléma most még az, hogy több acélt a jelenlegi területeinken nem tudunk már előállítani. Egyszerűen nincs acél. Kész. Ez van. Róló lehúz. Kijevel esik. Gyors volt. Na, támadunk! Ez most ne tudjátok meg mekkora megkönnyebbülés. Már egy picit éreztem, hogy jön a baj, várj, legalább szintetikus finomító, az sincs elég. Akkor az kell. Gyorsan. Hova? Hova olyan helyre fölhúzni ezeket a szintetikus finomítókat, ahol ami lényegében nem veszi el a hajógyáraktól majd a helyet, mert kelleni fog nekünk hajógyár, sok. Nagyon sok hajógyár kell. Pláne Japán ellen. Meg amúgy is. Ennyi emberanyag mellé. Na. Óriásiak vagytok. Gyorsan őket fölküldjük Korea ellen, nehogy itt meglepjenek. Bennünket. Kell egy új parancsok. Nem is kellett volna, mert itt vannak. Lejjebb kellett volna húzni. Persze, mert ugye elfelejtettem ezt. Hogy itt óriási nagy koponyák vannak. Fejlesztjük is gyorsan. Végzünk itt a fejlesztések, addig megnyerjük a harcot, mi befogadunk.
Na ő ez azért túlzás volt. Portugál. Háborút indít ellenünk. Portugália! Mire fel? Azért, mert kommunista. Jó. Legalább miénk lesz Macau. Nézzük a jó oldalát. Ekkora hülyéket. Ó, istenkém. Minusz 30% elfogyott áll ellátvány. Lesz ellenfelünk innentől kezdve amúgy? Vagy egyenes út a világuralomra innentől? Vajon? És azt te mondjátok, hogy ők komolyan ellenállás tanúsítanak velünk szemben. Ők meg már ide fölértek. A jó büdös istálóját azt hát. Ja de várját, itt az erősítés! Hát ők azért vannak itt. Jó reggelt. Pontosan az ilyen dolgok miatt vannak ők itt. Kanadai népi állam kapitulált. Japán és Portugália összeállt. Gratulálok. United Balkan Federation. Hát ez hihetetlen. Na és akkor legyenek a szovjetek ellen. Hát akkor azt is lehet mondani, hogy németek, a brazilok, argentin, magyar, török, lett, Észtország a szovjetek ellen. Az korrekt. Azt a rohadt életbe. A britek Amerikával és hogyan ilyen erősek a britek? Közben a szovjetek már itt elfoglalták a svéd-norvég területet? A finneket az észtek foglalták, vagy keberezték be valahogy, valami ilyesmi. Történtek itt érdekes dolgok. Zseniális. Amerikába pedig... Amerika Kanadát legyalulta. Mexikó meg asszisztált. Ehhez a mutatványhoz. A törökök pedig... jelenleg én úgy látom, hogy... De nyugodtan száföltök rám. A jelenleg én úgy látom, hogy hamarosan igyekezzünk kellene nekünk is a szovjetek ellen. Hogyha a tárgyaló asztalnál is akarunk magunknak egy-két területet valahogy kicsikarni. Bizony. Azért Japán és Szovjetunió ellen harcolni egyszerre, két nagyhatalom ellen azért nem olyan egyszerű. De... Például innen kellene őket valahogy kiszorítani, a Japót. Ez a van Japán meg mocskosul erős. Így, hogy bekebelezték Ausztráliát, a Holland Kelet-Indiát kiütötték. De nem, Ausztrália még szabad. Ausztrália teljesen független. Meg kell tervezni most a következő lépés, úgy érzem. Így, hogy megnéztük, hogy milyenek az erőviszonyok. Nyilván védekezünk, és egyben támadunk. Katonai gyárakra kéne rámenni, még jobb, nem jó. Kellenek a bónuszok a fókuszból, Japán ellen legyen még nagyobb esély. Ha ez megvan, akkor 9 hatalmi szerződést el kell érni, hogy a kereskedelmi törvényt tudjuk átállítani korlátozott exportokra, mert nincs acél jelenleg rálunk. Mert a Japán nem hagyja, hogy a konvojainkat használjuk. És azért ez elég gáz. Vagy megpróbálkozzunk ezzel a mutatvánnyal? Valahogy. Meg lehet akár. Látjuk, hogy mennyi megy. Hát ez... Kinyírja az összes konvojunkat majd. Tuti. 1000%. Pörögjünk előre. Nincs acél. Hát
Nem is tudunk egyébként. Nem is tudunk majd konvoj utánpótlást biztosítani, mert nincs miből. Például itt az ellátmánnyal már vannak gondok, méghozzá óriási gondok. Indonéz köztársaság kapitulál, hát ez baj, hát Japán az csak terjeszkedik, ugye? Ezerre nyomulnak előre. Közben a vontatásos tüzérség fejlődött, vadászgép szintén fejlődött. Nyilván ezek a fejlesztések mind-mind több nyersanyagot igényelnek. Random ország Mongólia felett. Onnant egy kicsit feljebb is egy nagy terület. Igen. Igen, de hát azzal most mit csináljak? Az jó helyen van. Tehát itt a probléma az lesz, hogyha elkezdünk a szovjetek ellen akciózni, hogy szíbe jön. Tehát őket itt le kell kapcsolni. És tehát három oldalról. Tehát innen, délről és keletről. Kelet, nyugat, dél. Aztán szovjet ellen innen kell majd védekezni, és itt is ugye van egy rész, sőt, aztán három helyen kell majd védekezni itt, négy, hát ez rengeteg frontvonal, én még nincs atombomba, hát még ott nem tartunk, 42-nél vagyunk, korai az még, jelenleg. Na, közben megvan Makaó. Fölállunk nekel a srácokkal itt. Hogyan lehetne itt előre lépést lérni vajon? Kínával vagyunk. Sárga veszedelem. Felélesztése a cél itt most. Pácska. Van némi probléma. Be életbe. Partra szálltak a japók. És most kapjuk meg a bónuszokat. De Amerika küld egy konvojt. A vonta majd. Óriási bónuszok lesznek a japánok ellen. Tehát akkora löketet fogunk kapni szerintem most, hogy nem csak most, mostantól, így a helyes. Ezeket így gyorsan verjük vissza, srácok, azaz. De megvan a jelent, ja még 30 nap, jó. Na már itt is azért. Együnk, haladunk, srácok? Gyerünk! A gyalogsági felszerelés az, hál' Istennek megvan. Tüzérségben meg mínusz. Kőkemény mínusz. Ők még mindig gyakorlatoznak. Nem normálisak. Itt ezeket mindjárt visszaszorítjuk. A lehető legagresszívabb állásmódot kapják. Gyerünk! Nem is támadunk. Hú, a szovjeteket nagyon verik be. Hát már Bakut elvették. Atya úristen. De a szovjetek úgy kapják az áldást, hogy én erre nem is tudnék reagálni, ha akarnék se. Vége. Visszállt szovjet. Mi kellene sok. Hiába van sok katonai gyáram, ha egyszerűen pászki nincs nyersanyag. Mivel tudnék még kicsikarni? Több nyersanyagot. Egyszer több. Némi üzemanyag. Hát ennyi. Nem, nincs jobb ötlet. Viszont az ellátmányozást lehetne javítani. Ez 1000%. Az egész nyugodtan be lehetne pörgetni. Okay.
Jelentések. Egyszerű, váló jelentések. Hol van még szívei? Itt. Meg kell kapni őket a francba. Beállunk Csikét védekezni. Őket meg innen mindjárt kikaparjuk. Halleluja. Ha valami érdekes döntés még? Háborús kötvény, fogyasztási cikk hogy áll? Az jöhet is. Más nincs. Nincs. Ez kell. Mindenképpen kell. Oké. Nagyszerű. Takarítottuk. Őket. Vehettek ide vissza. Pihenjenek. Itt a japán. Nagyon erőszakos. Élelmetesen erőszakos. Közben, aha. Mit fejleszünk itt? Megtelepedési agilitás? Vagy mi a bánat? Talán az jó. Meg, mit kéne még fejlesztenünk? A társi szlót, tüzérséget vigyük tovább. Tüzérség, de nagy mínuszban van. Baszki! Hát konkrétan nem is termelünk. Kénytelen vagyok most egy csomó katonai gyárat leállítani. Hogy a fontosabb dolgok pörögjenek be. Most így talán visszajövünk tüzérségbe. A gyakorlatozást állítsuk le. Újabb bónuszok van ellen. Kényszer sorozás. Nem. Ezek már fölösleges dolgok. 9 hatalmi szerződés. 140 nap kell ahhoz, hogy meglegyen 9 hatalmi szerződés. Utána egy picikét szerintem föllélegzünk. Meg lesz a gazdasági törvény. Módosítás. Hihetetlen, bakker. Telepedési tervezés és sebesség. Megtelepedés talán. Ez segít. Ez az. Cikét erősítettünk a srácokon. Szia, Oszi! Hát, hogy rá kellene állni arra is, hogy támogatást kiépítünk egy-két területen. Mindig csak védekezek, ugye érzem aztán. Már elég. Megint egy csomó építési lehetőség. Ezt valahogy itt össze kéne kötni. Úgy. Tökéletes. Meg még mi kellene? Még egy... ellátmányozási pont, ez az. Menjen ide is. És meglátjuk, mi lesz ebből. Légi fölény hatékonysága Dél-Kelet-Ázsiánál van problémánk. Vadászgép hiány van. Ellenfél, vagy hát igazából az ellenfélnek van túl sok. Sőt, a légibázis kellene itt még javítani. Hát az hogy lehet? Nem is tudjuk azt. Akkor megyünk ide. Azt bővítjük egy kicsikét. Már így jó. Tovább. Koreát. Hát lehet, hogy meg lehetne őket pörgőrugni. Előfordulhat. Nézzük meg!
itt tartjuk végül is ennek a fejlesztések. Bár itt már olyan bónuszokkal rendelkezünk, hogy... De itt, ha most megnézzük, oda néz, a japán saját magát nyírja ki jelenleg. Nézzek, hogy nő. A mínusz. A veszteség. És a folytonos erőltetett támadással. Mi meg félmilliót buktunk. Hát most ezt meg se érezzük. Hát Kína vagyunk, tehát... Mint annyi ember van, hogy... Ki a francot érdekel? Félmillió mínusz. De hülye hangzik, nem? Hát ez az igazság igazából, tehát most kár szépíteni. Na, itt kik vannak? Ja, itt ő, aha. A korlatozásra kellene bírni még. Nem is jó az ellátvány. Itt a katasztrófa az ellátvány. Van valami összeköttetés? Hát persze, hát így azért nehéz jó ellátmányt biztosítani. Ezt is föl kell húzni, azt is. Ó, hát bakker, így nem fogunk támadni, az biztos. Hát egy picikét sok, mit most ide építek, de... ezek mind elkészülnek. Viszont ha ezek elkészülnek, akkor nagyon komoly rohamot tudunk indítani ezek után. Próbáljunk meg itt egy támadást. Tüzérség mondjuk még mindig nem jó. Na, ki lesz hatalmi szerződés végre? Hadd szóljon! Isten, már erre várunk mióta. Üdös idióta rohadt szerződés. De magukat kinyírják, mi a szarnak támadjak? Nekünk van veszteségünk jelenleg? Hát nézzel, Japán az folyamatosan nő. Nekünk meg sem mozdul. Hát minek támadjunk? Magát kinyírja. Nem támadunk. Olyan rossz körülmények között van ő ott, hogy egyszerűen kinyírja magát. Depressziósá vált szerintem a japó. Ez úgy van vele, hogy elvesz meg. Ekkora kirézzük magunkat. Jó van az úgy. Milyen fura dolog ez. Ez a sok hülye támogatás. Mondjuk ez nekünk csak jó, hogy... Várjál csak. Lehet, hogy Kínát nagyon kéne csapni a francba. Álljunk föl védekezni a szovjet ellen, őket úgyis mindjárt eltapossák. Mindjárt meg is nézzük ezt, hogy hogy állnak. Szovjet-német háború. Hát a szovjetek annyi. Behet akkor. És akkor legalább végre ezzel a szar politikával nem kell foglalkozunk. Állandóan itt nyomogatjuk bakker, hogy területszerzés meg ilyen hülyeségek. Hát nagyon urom. Na. Rajzoljuk be azt a tetves vonalat, hogy né? Ezt csóközel. Ilyen egyszerű. Mert akkor itt az offenzív. Igazából itt is mehetünk. Jó van. De meg szerintem... Mondjuk a japánok miatt én ezt itt hagyom. Korea ellen szerintem annyira nem kell most félni. És akkor ezt a területet meg hagyjuk. Hát most... Elbukjuk, úgyis visszakapjuk, szerintem. Felszabadítás után.